Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Azt hiszem, hogy nem kell külön taglalnom, hogy Székesfehérvár a királyok városa, Székesfehérvár a gazdaság városa, és Székesfehérvár mindenek előtt, főleg így most Tókió után mondhatjuk, de előtte is így volt ez, a sportvárosa. Feszült figyelemmel és nagy-nagy örömmel éltük meg azokat a csodapillanatokat, amelyeket a magyar sportolók szereztek nekünk. Tókióban hajnalban ébredtünk és követtük végig az eseményeket, de különös figyelem övezte természetesen az öttusa versenyeket, hiszen a székesfehérvári sportolók csodája az mindig különleges nekünk. Így aztán az öttusa a mi sportágunk ezen az olimpián, és nagy-nagy örömömre itt van velünk Kovács Sarolta. Én is köszöntök mindenkit. Immáron olimpiai bronzérmes öttuszázó, világ és Európa bajnok sokszoros, és örülök, hogy itt vagy velünk, és rendhagyó módon ezt engedd meg, hogy köszönöm. Valamennyiünk nevében szeretettel gratulálunk. Köszönöm szépen. És mielőtt majd megnézzük az érmet természetesen, mert azt hiszem a kollégám majd megmutatja, de hát egy ilyen fantasztikus pályafutást úgy illik, hogy nézzük meg a kezdeteket. Hiszen nagyon-nagyon régen volt 1998, és mindösszesen 7 éves voltál, amikor sportágat választottad. Mi volt a motiváció, az indítatás a sportág választásban? Én Tapolcán születtem, és 6 éves koromban költöztünk Fehérvárra. Édesapám katona volt, és áthelyezték, és a család követte őt. Hárman vagyunk testvérek, és a szüleim azt szerették volna, hogyha nem is élsportolók leszünk, de valamilyen sportot kezdjünk el így a suli tanulás mellett, illetve hogy úszni mindenféleképpen tanuljunk meg, és mind a hármunkat először az úszodába vittek le anyáik. A bátyám ideig egyébként vízilabdázott, húgom is több sportot kipróbált. Én egy évig a Sütz Tamásnál megtanultam úszni, de én már ott mondtam, hogy úszó biztos, hogy nem szeretnék lenni, és az ő irányításával kerültem egy öttusa csoportba. Mondta, hogy ha úszó nem is akarok lenni, de látta bennem a fantáziát, a vízfekvésemet, akkor mondta, hogy ne vesztem el ez a tehetség, és akkor egy olyan sportágat választok, ahol benne van az úszás. És hát kezdetekben az öttusában is elég sokat csak úsztunk, illetve futottunk, de annyira vártam, hogy majd a többi szám csatlakozik, és annyira izgalmas volt, hogy ott ragadtam. A lovaglás, azt hiszem, hogy mivel a legkedvesebb számodra, az egy különleges. Hogy barátkoztál meg a lovaglással? Én mindig is nagyon szerettem az állatokat. Olyan családban nőttem fel, hogy igazából amikor én belecsöppentem ebbe a családba, már 2 kutya és a bátyám is várt, úgyhogy elég nagy családba születtem, és hát azután már csak bővült az állat állomány is, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy mindig is az állat szeretet ez így bennünk volt, így a családban is, bennem is, és én minden 4 lábú állatot nagyon szeretek. Úgyhogy nagyon vártam a lovaglást, kezdetben sem volt semmilyen félsz feléjük. Nagyon izgalmas, hogy egy másik élőlénnyel együtt kell dolgozni, és ennek a szépségét megtalálni. Ugyanakkor a technikai sportágon nagyon sok múlik. Ugye tudjuk, hogy minden egy versenyszámban egy eredményt kell elérni, viszont a vívástól veszed el az ellenféltől, tehát ez egy különleges, és ezért kiemelt jelentőséggel bír. Hogy sikerült megbarátkoznod a vívással? Én már nagyon hamar elkezdtem maga az 5 tusát is, az 5 számot, már 15 évesen, már junior versenyen indultam, ahol már mindez 5 szám volt, 16 évesen, már felnőtt korosztályt is képviseltem. Kezdetekben azért voltak nehézségeim a vívással, nem mindig úgy jöttek az eredmények, bele kellett érnem, rutin kellett szereznem, ami most már megvan. Tényleg ez a, hát mindegyik szám nagyon fontos, ez a legfontosabb, ez az indító szám eleve, és tényleg az, hogy elveszük a másiktól a pontot. Úgyhogy voltak nekem is nehézségeim, a technikát elsajátítani, készségszintre fejleszteni, de aztán az évek és a rutin meghozta.
Jó ideig a fiúk voltak a volánnál fókuszban, ha úgy tetszik, Katona Feriek, Demeter Jóska és a többiek. Aztán jött Vörös Zsuzsa, és értelemszerűen ő mindent vitt. És nem csak az olimpiai aranyérme miatt, hiszen mi tanúi lehettünk az első világbajnoki címének, amiről még mi közvetítettünk Pesten, a fehérvári EB győzelem, tehát fantasztikus történet volt. Aztán szép lassan felnőtt egy olyan generáció, hogy óvatatlanul is arra kellett figyelnünk, hogy igen, van nekünk egy új csapatunk, és új csodák várnak ránk, és ennek már is az évezred végén, 98-ban tanúi lehettünk, hiszen nagyon ritkán fordul elő ebben a sportágban, hogy egy hazai rendezésű világbajnokságon egy juniorkorú versenyző is bekerül a csapatba, és ráadásul világbajnoki címet szerez. Igen, 2008-ban volt egy ilyen hatalmas fordulópont az én pályafutásomban is, hogy felnőtt mezőnyben is a dobogó legfelső fokára tudtam állni váltóban. De térjünk vissza először így a Zsuzsára még, hadd mondjam el, hogy nekünk ez egy érdekes kapcsolatunk van. Én mikor ide kerültem Fehérvár és elkezdtem öttusezni, akkor ő már nagyon szép eredményeket hozott, és mindig is felnéztem rá, ő volt mindenkinek a példaképe, mindenki azért akart öttusezni. Utána tényleg olyan gyorsan történtek az események, hogy hip-hopot voltam, hogy igazából már a Zsuzsával együtt edzettem, és utána volt olyan verseny, hogy együtt indultunk, volt, hogy egymás ellen versenyeztünk, aztán miután ő befejezte a pályafutását, nekem volt edzőm is, és most a klubnak az igazgatója. Szóval tényleg itt a most már 23 év, vagy én is az öttusában vagyok, az egy eléggé szép ilyen évet leírt a kapcsolatunk, hogy minden pozícióban voltunk már. És hát igen, 2008-ban volt az, hogy felnőtt korosztályban is a dobogó legfelső fokára tudtam állni váltóban, egy nagyon fiatal váltónk volt Tóth Adrival és Gyenesei Lájlával, és tényleg nagyon nagy érzés volt hazai közönség előtt. Ez áttörést jelentett mindenféle értelemben, mert utána folyamatosan jöttek a sikerek. Az év sportolója választáson Fejér megyében is országosan is taroltál hosszú-hosszú ideig, és szinte bizonyosak voltunk benne, hogy jön majd az az áttörés, ami már a felnőtt mezőnyben is sokat jelent. De mielőtt erről beszélnénk mondjuk 2011-ről, hiszen akkor már dobogos lettél, majd utána világbajnok, egy kicsit beszéljünk a mesterekről. Az öttusa edzőkről méltatlanul kevés szó esik. A szövetségi kapitányok nevét általában mindig tudjuk. Te is említetted Vörös Zsuzsát, aki a vezetőként nagyon sokat segített ebben, viszont méltatlanul keveset beszélünk az edzőidről. Igen, az öttusában talán azért is van ez, hogy nem annyira sok szó esik az edzőkről, mert egy sportágat megkérdeznek, és hogy ki az edzője, mond egy embert. Nálunk az öttusában megkérdezik, hogy ki az edzőnk, én elkezdem sorolni, és akkor így fogják a fejüket, hogy akkor kit írjanak oda, és akkor általában Vörös Zsuzsa vagy egy-egy ilyen nevet odaírnak. Ugyebár nekünk mindegyik szakákhoz legalább egy edzőnk van, egy mesterünk, de van olyan szakág, ahol több is van, úgyhogy tényleg, ha így belegondolunk, hát alaphangon 5 edzőnk van. Én egyébként mindegyik edzőmmel jó kapcsolatot ápolok. Azért az évek során összecsiszolottunk, mindegyik edzőmmel megvan a maga kis rutinja, tényleg a kapcsolatunk. Úgyhogy igen, egy az 5 edző, úgyhogy talán ezért nem esik annyi szó róluk. Mielőtt még a világbajnoki címről és előtte a bronzról beszélnénk, hogy képzeljük el egy napodat, egy olyan napot, amikor készülsz, főleg, ha egy világversenyre készülsz? Ugye már azért szerettem bele az öttusába, mert hogy annyira színes és annyira változatos, és nekem 2 egyforma napom sincs. Szóval a hét minden napja azért úgy más, valamiben biztos, hogy más. Van olyan nap, amikor mind az 5 számot megcsináljuk, van, amikor tényleg inkább technikásabb nap, amikor fizikálisabb nap van, van benne kondi, gyógytorna. Úgyhogy, de egyébként úgy néz ki egy napom, hogy reggel felkelek, elindulok, és este hazaérek fáradtan, és bedőlök az ágyba, és alszom. Általában 4 edzés van egyébként egy nap. Szombat déltől vasárnap estig pihenő, szóval hetente egy másfél napos pihenő azért van. Mennyire kell tudatosnak lenni? Gondolok itt elsősorban az étkezésre, hiszen nagyon-nagyon fontos egyrészt egy csodacsinos ifjú hölgynek, a másik oldalról pedig nyilván a versenyre való felkészülést is segíti az étkezés.
Igen, most már több éve dolgozunk együtt dietetikussal is. Hát nehéz egyébként. Olyan fura, fiatalként sosem fogtam fel, hogy ennyi edzés mellett miért kemény odafigyelni az étkezésre is, de nem csak az, hogy tényleg hogy odafigyelek, hanem tényleg nem mindegy, hogy mit eszünk, mert nagyon sokat segített nekem is a sérüléseim legyőzésében is, hogy több zöldséget, gyümölcsöt ettem, jobban regenerálódott a szervezetem is, illetve azért nekem most itt az olimpia előtt is nagyon oda kellett figyelnem. Én nem édes szájú vagyok, hanem sós, úgyhogy nagyon szeretem a tésztát, a pizzát, úgyhogy nekem erre kellett odafigyelnem, hogy egy kicsit szálkásítsak, faragjak a súlyomból, de hát ez sikerült is az olimpiára, úgyhogy szerintem ennek köszönhetően is jól mentek a fizikai számok. Nos, hát akkor megérkeztünk a moszkvai csodához, hiszen az volt az első pillanat, amikor letetted a névjegyedet. Bár már előtte is így volt, de a felnőtt mezőnyben azzal az éremmel. Ez megerősítést jelent egy ilyen szintű sportolónak? Mindenféleképpen. Egyébként nagyon jó, tényleg 2008-ban nagyon jó éveim voltak. Nem is tudom, talán négyszer állhattam egyéniben junior Európában, nokságon a dobogó tetején, világbajnokságot is nyertem juniorba, és hát 2011-ben jött az egyéni felnőtt érem is, Moszkvában ezüstérmet tudtam nyerni, akkor hatalmas dolog volt, még junior korúként kerültem oda, és hát éltem is a lehetőséggel, tényleg onnantól kezdve a felnőtt mezőny is számított már rám. Mennyire befolyásolják az egyes sérüléseket? Ugye nem vagy sérülékeny alkat, de mindig aggódva figyeltük a híreket, mert azért jöttek hírek a sérüléseidről. Ez mennyire vet vissza egy öttusázót? Szerintem minden sportoló életében vannak sérülések, ami elkerülhetetlen. Egyébként nekem 12-ben volt az első ilyen sérülésem, ami műtéttel is járt. 12-ben az olimpia után, nekem az olimpián már éreztem, hogy valami nem stimmel a térdemmel, de ott ez így nem zavart be. Sajnos nem emiatt ment el az olimpia 2012-ben, és nekem akkor megműtöttek, a jobb, ott is porc sérülésem volt, jobb térdemet. Utána én annyira hamar vissza akartam állni 13-as évre, hogy túlterheltem a bal térdemet, akkor 13-ban a bal térdemet műtötték. Utána 14-ben jött a mandula műtétem, szóval ez a 12-13-14, ez egy kicsit így ki is esik, úgymond ott olyan eredményeket nem is tudtam hozni, de talán ez is kellett, hogy egy kicsit megerősödjek, a szervezetem is hozzáerősödjön, és akkor utána jó évek következtek. Milyen az olimpiai millió, hiszen ugye nem az első olimpiát például milyen volt? Az első olimpiámon tényleg nagyon fiatal voltam, 12-ben, most már 9 éve. Ott tényleg talán, ahogy a Zsuzsával is többször átbeszéltük, ott úgy elvitt ez az olimpiai hangulat, a sok ember, nem voltam készen fejben. Nagyon sokat számít, hogy mentálisan, lelkileg, hogy készül az ember, és hogy jár oda. Ott nem voltam erre felkészülve, tehát nem értem még be. Ott, hát sajnos ott... Az úszásomon kívül a többi szám az nem úgy sikerült, habár ott olimpiai csúcsot úsztam, de hát ott a vívásom már sajnos elment. Talán túl is izgultam az egészet. 16-ban már egy érettebb gondolkodással mentem Kirióba. Hát ott ilyen közepes számokat csináltam, és sajnos hát igen, a középmezőnyre volt elegendő, és talán most érzem azt tényleg, hogy teljesen megértem fejben is, nagyon megerősödtem, és hát ez kellett szerintem. Japánban. Mennyit változtatott az életeteken, a felkészülésen a lézerrán? Hiszen én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan abba hagyták, jó néhányan, akik nem tudtak ezzel azonosulni, mások viszont feljöttek, hiszen így egy teljesen más felkészülést igényelt. Igen, mindenféleképpen a fiatalabbaknak előnyük volt, hogy egy ilyen nagy változás hoztak. Most csak azon gondolkoztam, hogy 2008-ban még a régi hagyományos, de az is már azért újabb ötusa szerint tudtam junior EB-t nyerni, és 2009-ben vezették be a kombinált számot hozzánk, akkor is tudtam egyébként már junior EB-t nyerni. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a fiatalabbaknak egyszerűbb volt átállni,
könnyebb volt. Zsuzsával is beszélgettünk erről, neki ugyebár ő már egy rutinos versenyzőnek számított, kipróbálta ő is ezt az új fajta öttusát, de neki hát nehezebb volt így rutinosabb versenyzőként átállni, úgyhogy ő 2009 körül hagyta abba, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Igen, igen. Hú, már nagyon összefolynak az évek, meg már jó régen volt, és hát most, hogy egyébként be akarják vezetni ezt az új öttusát most újra, egy még újabb öttusát jövő évtől, 2022-től. Szerintem megint egyébként a fiatalabbaknak könnyebb lesz, egyszerűbb lesz. Nem tudom még milyen ez az öttusa, én is kipróbálom. Nem tudom, hogy így rutinosabb, öregebb versenyzőként nekem ez hogy fog most feküdni. Hát mi bízunk benne természetesen. Megérkeztünk a közvetlen időszakhoz, a felkészüléshez. Nyilvánvaló a kvalifikáció egy olimpiára rendkívül nehéz. Öttusa nemzet vagyunk, és bár bizonyosak voltunk abban, hogy rajthoz állhatsz, ugye tragédiaként éltük volna meg egyébként, ha nem, de bizony rezgett a léc, és nem elsősorban a kvalifikáció miatt, hiszen az 2019-ben már megvolt. Ugyanakkor sorban olvashattuk, hogy jöttek a betegségek, sérülések, és azt hiszem, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor mindenki szorított neked, és nem csak Székesfehérvár, hanem minden sportrajongó, hiszen tudtuk, hogy jön fel Gulyás Michel, stb. Volt, hogy elvesztetted a hited, vagy folyamatosan tartották benned a lelket? Bevallom őszintén, hogy volt. Az elég nehéz időszak volt, akkor kezdjük is legalább, hogy március 31-én megműtöttek. Nagyon jól sikerült egyébként a téli felkészülésem, hogy a pandémia miatt kaptunk plusz egy évet, mi ezt a futásra szerettük volna fordítani. Nagyon jól sikerült a felkészülésem, a felmérő futások is nagyon jól sikerültek, és nagyon vártam az első versenyeket. De hát a Pesti Világkupa az már nem úgy sikerült, ott már nagyon nagy fájdalmaim voltak. A csonthártya gyulladásom mellett, ami a jobb lábamon volt, a bal térdem elkezdett fájni, és hát úgy versenyeztem végig, és hát a verseny után hát kvázi azonnal meg is műtöttek, március 31-én. Azért váltam be ezt a műtétet, így főleg ilyen közel az olimpia előtt, mert ez egy rutin műtétnek számított, és két hetet ígértek, hogy két hét múlva már újra edzésbe állhatok. És nagyon boldog is voltam, hogy ebből a 14 napból 4-et már le is faragtam az elején, és 10 nap után elkezdtem már edzeni, futni. Nagyon jól sikerült a gyógytorna is. Tényleg külön köszönet a gyógytornásznak is, mert nélkül ez nem sikerülhetett volna. És hát ahogy elkezdtem edzeni, már éreztem, hogy fáj a vállim. De nem tudtam hova tenni, azt gondoltam, hogy hamar álltam vissza, kicsit túltoltuk a gyógytornát, megerőltettem. De 10 nap után, miután már tényleg nem múlt a fájdalom, sőt erősödött, aludni sem bírtam. Tényleg annyira nagyon fájt, hogy volt, hogy sírva aludtam el. Hát elmentem MR-re, ahol már az MR kimutatta, hogy vérrög van a vállimban. Trombózis. Trombózis, igen, egy mélyvénás trombózis kaptam. Hát sajnos a műtét után nem kaptam vérhigítót, ez egy másik hosszú történet. Aztán találgattak, mi legyen, hogy legyen, mit csináljanak velem. Tényleg ekkor voltak álmatlan éjszakáim, amikor nem tudták pontosan, hogy ez mennyire súlyos. Ugyebár 10 napig nem vettük észre, azért ott voltam nagyon veszélyben, hogy ha ez felszökik, akkor tüdőemboliát okozhat. De sok segítséget kaptam utána, és eljutottam a Melkeri professzor úrékhoz, és az ő csapatával két hetes ilyen komoly kontrollral és folyamatos kapcsolattartásban el tudtam kezdeni edzeni újra, de hát ez nekem körülbelül 2 hónapos kiesés volt, és ebben a 2 hónapban bizony voltak olyan éjszakáim, nappalaim, ahol nem is csak, hogy én, de már láttam, hogy a környezetem is inkább azt mondta, hogy felejtsem el, nem csak az olimpiát, a sportot, és tényleg az egészségem, az életem fontosabb, de mindig mellettem voltak, és voltak támogatóim, tényleg a családom, a klubom, akik tartották bennem a lelket, és amikor nehezebb volt, akkor ők bennem tartották, és ez egy olyan plusz energiát, erőt adott, ami egyébként később az olimpián tudtam is kamatoztatni, illetve annyi szeretetet, hogy ki tudtam ebből az egészből jönni. Mi is nagyon szurkoltunk, mert viszont a visszatérés ilyenkor, tehát ennyi kihagyás után meglehetősen nehéz. Ezt gondolok itt a vívásra, a futásra és a lovaglásra is, de sikerült.
Amikor kihirdették a csapatot, mi volt az első gondolatod? Egyébként éreztem a szeretetet tényleg. Olyan energiák voltak az olimpián, hogy biztos, hogy eljutott Japánig az összes energia, amit innen küldtek. Én egyébként miután azt mondták, hogy tudok edzeni, akkor minden nap úgy voltam, hogy amit meg tudok tenni, azt megteszek, hogy rajtam nem múljon ez az egész, és nagyon bíztam abban, amik a csapat hirdetés előtt, hogy azért az évek, amiket megtettem és bizonyítottam, illetve tényleg nagyon sokszor lehetett rám számítani, és mindig felálltam nehéz helyzetből és nehéz állapotokból is, hogy megkapom a bizalmat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én készülök, és ez egy rajtam kívülálló ok, de persze nagyon örültem, vagy rajtam kívülálló dolog, de nagyon örültem, hogy csapathirdetésnél az én nevem egyértelmű volt, és akkor a Gulyás Michellel tudtam indulni az olimpián. Alekszejev Tamara sajnos lemaradt az olimpiáról. No, hát akkor repüljünk el Tokióba. Ez egy egészen különleges olimpia volt, független attól, hogy a legcsodálatosabb rendezvény, amióta világ a világ, mondjuk 1896 óta, ha úgy tetszik, de ez egy kicsit más volt. Ugye a koronavírus járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték a versenyeket. Ez mennyiben befolyásolja a sportolót? Hát azért több sportra beszélgettem erről. Volt, akit zavart, volt, akit nem. Igazából erre is fel kellett készülni. Most már egy jó ideje tudjuk, hogy tudtuk, hogy nem lesznek nézők, vagy voltak találgatások. Én erre is felkészültem. Tényleg annyi mindent kaptam ebben az évben, hogy úgy éreztem, hogy bármi jöhet, én meg tudom oldani. Nem tudom, milyen hangulat lett volna, hogyha teli van a lelátó, de egyébként így is hadd dicsérjem meg a japán önkénteseket. Olyan hangulatot csináltak, hogy azért félig meddig próbálták felettetni, hogy nincsenek nézők. Igazából ez is egy feladat volt, mint a pandémia alatt nem csak a sportoknak, az átlag embereknek is nagyon sok feladat elé állította ugye a hétköznapokban is, és meg kellett ugrani. Most mi is ezt a feladatot kaptuk, nem lesznek nézők, ezt próbáltuk megoldani, és teljes mértékben én próbáltam tényleg ezt a mentális lelki állapotomat erre készíteni. Vegyük sorba akkor. Elkezdődtek a versenyek, szépen sorban nézzük meg, hogy mi hogyan sikerült. Most így utólag. Utólag most már be is vallhatom, egyébként az edzőim tudták. Az első nap a vívás volt, csak a rangsoroló vívás volt az első nap, és másnap volt az összes többi szám. Szóval a vívás után volt interjú is velem, és az edzőim látták rajta, és hogy bevallom őszintén, egy kicsit volt bennem csalódás, vagy hiányérzet talán, mert én többet vártam magamtól, úgy érzem, hogy jobban kellett volna teljesítenem, és hát jobbra is lettem volna képes. Ugyebár 20-15-öt vívtam, az 220 pontnak felel meg, plusz 5-ös versenyt zártam, de én úgy éreztem, hogy ez a 2-3 tús, amire tényleg képes is lettem volna, az, hogy hiányozni fog nagyon a végén. És én ezért egy kicsit csalódott is voltam, de persze szomorkodáson nem volt okom, mert az élmezőnyben maradtam, a 6. helyről váltuk versenybe a másnapot, és hát tényleg az évben nem indultam sok versenyen, szóval ez a versenyrutin, én se tudtam, hogy fog a többi szám sikerülni, mert edzéseken már nagyon jól teljesítettem, de a verseny teljesen másik kategória. Úszásban bízhattál. És egyébként az úszástól féltem talán a legeslegjobban. Az úszóedzőm tudja is, hogy nagyon sokat kimondhatom, szenvedtünk edzésen. Nekem a fordulókkal nagyon nagy problémáim voltak, nem tudtam ellökni magam a faltól, illetve a fejes sem tudtam a rajtot gyakorolni a lábam miatt, illetve szerintem a fejemben volt egy gát, hogy nekem fáj és nem megy, és ezt át kellett törnöm, hogy elengedjem fejben is ezt az egész dolgot. És hát a versenyen, az olimpián nagyon jól sikerült az úszásom. Ugyebár az évben nem indultam versenyen, ezért az utolsó előtti futamba kerültem, nem az utolsóba, de ugyanannyit úsztam, mint az utolsó futamban az elsők. Egy kicsit így talán van bennem, nem egyébként örültem olyan az időnek is, meg az úszásnak is, tehát hogy az utolsó futamba úszok, akkor ki tudja az én hajrámmal, a szívemmel sikerült volna megnyerni ezt a számot, de ötösában tényleg nem az számít, hogy milyen számot nyerünk, a vége számít. De ez, tehát jól sikerült. Jól sikerült, ugyanakkor nagyon igen. A lovaglásról nagyon sokat olvastunk, hát tragédiák történtek, nem veled, hála Istennek. Ezúton is ugye az élenálló
német versenyző elvesztette a fejét, meg a lovat is, meg mindent, és egyébként sokat számít, hogy egy-egy nemzet milyen lóállományt biztosít a versenyre? Mert itt rengeteg panasz szó érte a szervezőket. Biztosan nagyon sokat számít. Én egyébként nagyon lópárti vagyok, szóval egyébként is nálunk van egy ilyen mondás az ötösázóknál, vagy hát Magyarországon biztos, hogy nincsen rossz ló, csak rossz lovas. Ugye mi azért edzünk, hogy minél több fajta féle lovat meg tudjunk oldani, és jól lovagoljunk velük, azért én másik élőlényen együtt kell dolgoznunk. A ló biztos, hogy érzi, hogy hogy állunk hozzá. Én egyébként van egy 20 percünk a melegítőben, hogy összeszokjunk a lóval, de én már előtte azért oda megyek, megnézem, beszélek hozzá. Ugye bár ez a szépsége, nehézség és az öttusának, hogy egy olyan lovat kapunk, akit még nem ismerünk. Ezek a lovak egyébként Japánban egy nagyon jó lovak voltak. Szóval ami a képernyőn lejött, hogy sok hibázás volt, egy-kettő tényleg van olyan ló, aki aznap mondjuk nem úgy akar menni, vagy mi emberek is úgy kelünk fel adott napokon, hogy és ugyanolyan élőlények, de egyébként nagyon jó lóállomány volt. 31 lovat mutattak be a lóbemutatón, ezek a lovak egyébként már mentek azon a pályán, saját lovasukkal, igaz, de mindegyik nagyon jól ment, és végigment mindegyik. Nem is tudom, ki fogalmazott úgy, és ez nagyon jó így belegondolni és elképzelni, hogy például nagyon mondjuk egy ember, hogy minden nap trabanttal megy, megszokja 20 évig, utána kap egy mondjuk egy Mercit vagy egy Ferrarit, beül, és nem tudja, hogy kell kezelni. Bilányos. Pedig az egy nagyon jó kocsi. Itt is egyébként jó lovak voltak, képesek lettek volna, de lehet, hogy másik segítséget vártak, a lovasához volt szokva, nem ezt szokta, megsértődött. Szóval egyébként a német lányra visszatérve nem tudjuk, hogy mi történt egyébként a melegítőben. Lehet, hogy már ott összevesztek. Nagyon, hát többször előfordul más versenyeken is, persze szomorú, hogy így egy olimpián, és legközelebb majd most 3 év múlva lesz lehetősége, de benne van nálunk a pakliba. Viszont neked sikerült, úgyhogy... Igen, én nagyon jól összeszoktam, és jó lovat kaptam, tudtunk együtt dolgozni egyébként, az én lovam sem volt hibátlan, a pályabemutatón hibázott a saját lovasával, amit el is mondott nekem a tulaja, hogy mire kell figyelnem, és sikerült megoldanom a lóval. És akkor jött a kombinált szám, a lézerrán, és azt hiszem, ott már nagyon-nagyon kellett szurkolnunk. Igen, még most is kirázott a hideg. Nagyon jó érzés volt 3-as sajtszámmal odállni a rajthoz, és éreztem azt a sok tekintetet, aki nézett engem, hát egész évben nem voltam versenyen, hogy nem tudták, hogy hova rakjanak, és éreztem azt, hogy na, majd őt befogom, majd utolérem, és nekem ezek olyan plusz energiát adtak, hogy én most megmutatom, hogy mire vagyok képes, és annyira... Jól sikerült ez a burok is, amit építettem magam körül, hogy a lövészetben ne zavarjon meg a többi versenyző, és csak magamra koncentráljak, hogy tényleg a lövészetem nagyon jól sikerült. Ez egy nagyon kulcsa is volt, hogy a végén be tudtam jönni harmadiknak, illetve a futásom is jól sikerült. Igaz, hogy ott a litván és az angol lány elment mellettem, de ők nagyon-nagyon jó futók, de magam mögött tudtam tartani az olasz lányt, aki szintén egyébként jobb futónak számít, mint én, de sikerült a lövészetemmel és a szívemmel mögöttem tartani, és így be tudtam jönni a harmadik helyre, és így én nagyon-nagyon boldog voltam, de szerintem a képernyőkön látszott is, és ez számomra egy megnyert bronz volt, és ez egy arannyal ér fel. Úgyhogy én egyáltalán nem bánkodom, már többen kérdezték, hogy közel volt a második hely. A verseny egyébként nem éreztem ilyen közelnek, én most visszanéztem a versenyt, és tényleg a képernyőn nagyon közel volt a litván lány, a második hely, de ott a versenyen nem éreztem ilyen közelnek, és én így is nagyon boldog vagyok. Borzongató volt látni a dobogón, de milyen, mármint a nézőnek, és szurkolni előtte, de milyen dobogón állni olimpián, hiszen kismilliószor álltál dobogón, de az olimpia az más. Igen, hát tényleg még olyan, nem tudom milyen érzések voltak bennem, és bevallom őszintén, hogy talán dobogón még nem is írtam, de most Japánban, Tokióban a dobogón megkönnyeztem. Nagyon-nagyon jó érzés volt. Hát tényleg nem tudom elmondani. Ezért dolgoztam. Tényleg, amióta elkezdtem öttusázni, sportolni, ugyebár ez volt az álmom, hogy olimpia bajnok legyek. Egyébként nagyon minden sport, aki elkezdi, az a legfőbb cél, hogy olimpián dobogon álljon, vagy olimpia bajnok legyen, és nekem is ez volt. És ott álltam, hogy tényleg ez az álmom valóra vált, egyszerűen hihetetlen volt, mint egy álom. Mi fogadott itthon?
Hú, hát mi fogadott, és azóta is egyébként most már több mint 2 hete itthon vagyok. Igen. És azóta annyi szeretetet kapok, gratulációt, ajándékot, virágot tényleg. Nagyon jó érzés egyébként tényleg itthon lenni a szeretteimmel is, megismernek az utcán, integetnek az autóból, nem csak Fehérváron, már Pesten is. Többször átintegettek, gratuláltak, felismernek, a sok megkeresés. Hát nem voltam felkészülve a 6. tusára, de ezt is nagyon élvezem egyébként. Így van, nem csodálom. No, hát először is mutassuk meg az érmet, mert bár a kollégám már megmutatta, de én azt gondolom, hogy ott az nagyon jó helyen van. Igen, és egyébként nagyon nehéz. Elmondták ott is többen, hogy nagyon nehéz az érem, de nem számítottam ilyen nehézre. Ugyebár ez a fele az éremnek, ez minden olimpiai éremnek így néz ki, és a másik fele, ami a Tokiót, igen, meg ez a szimbóluma volt, igen. No, ahogyan továbbról kell, hogy még szó essék, egyik oldalról nagy örömmel olvastunk híroldalakon egy hajós képet az eljegyzésedről, tehát akkor igen. Kerek a világ. Igen, az olimpia előtt kaptam egy hatalmas, még egy hatalmas plusz ilyen lelki energiatöltetet. A párom megkérte a kezemet 1 héttel az indulás előtt. Nagyon jó érzés volt, és egyébként ott is meghatottam. Ez az év tényleg ilyen, az év második fele, vagy számomra így a nyár az így már nagyon jól sikerült, hogy mondjam, az nehéz évkezdés után. Tényleg valahogy, ahogy az élet mondja, hogy az élet így kiegyenlít. Szóval sok rossz után nekem jók következtek. Szóval úgy utaztam ki az olimpiára, hogy mennyasszonyként, és jó érzés volt. A családom egyébként mindig mögöttem áll, és érzem is kint, de hogy most így a magamon, vagy velem együtt volt a párom, és ő is energiát adott. Igen, sokan megcsodálják, hogy miért ezen az ujjamon hordom. Igazából egy kicsit nagy lett, és átraktam erre az ujjamra, és még nem volt szívem beadni, hogy kisebb, és hát, hogy igen, és hát már beszéltünk, hogy kisebbet, hogy csinálják, ezt nem is tudom, hogy ötvös, ugyebár. Nem tudom, igen, de jó vagy, helyen van ott. Igen, de most ezen az ujjamon, de sokan nézik, hogy miért itt hordom, de szerintem ez az én szívem juga, hogy hol hordom, ezt tudom, hogy mi ez. Úgyhogy igen, vannak tervben komolyabb, szóval meg volt a lánykérés, az esküvő is már tervben van, de most először próbálom ki élvezni és élvezni ezt a helyzetet, illetve mármint, hogy maga az, hogy mennyasszony is vagyok, illetve, hogy az olimpia tényleg ilyen jól sikerült. Nekem most 1 hét múlva katonai világbajnokságom lesz Lengyelországban, most arra készülök, és utána lesz számomra egy nagyobb pihenő, ami idő alatt lesz tényleg most már az esküvői időpont, és ezek a tervek is konkrétumá. Igen, erről nem esett szó, hogy ugye szolgálsz. Igen, igen, most már igen, 4 éve, hogy nem csak Magyarországot, hanem a Magyar Honvédséget is képviselem versenyeken, és 4 éve, hogy bekerültem a sportszázadba, minden évben van egy katonai világbajnokság is, idén most Lengyelországban lesz, augusztus legeslegvégén rendezik, szeptember első hetében nyúlik bele, úgyhogy számomra még ez a verseny még hátra van, és utána lesz számomra az a megérdemelt hosszú pihenő, amit már régóta vártam. Már csak 3 év Párizsig. Igen, már szó esett róla, hogy mindenféleképpen kipróbálom az új ötösát. Megnézem, hogy milyen vagyok egyáltalán benne. Tényleg nagyon közel van ez a 3 év, most már én is érzem, látom. Meglátjuk, mit hoz az élet. Mindenféleképpen kipróbálom, folytatom. Ezt meglátjuk, hogy ez hány évig szól. Történjék így. Én minden magyar sportkedvelőre, minden magyar nevében köszönöm szépen, hogy egyrészt megtiszteltél bennünket, másrészt ezúton is gratulálok ismét az eredményedhez. Köszönöm. Boldogságot kívánok a sportban, a magánéletedben, és köszönöm, hogy vagy nekünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégünk Kovács Csarolta volt, olimpiai bronzérmes öttusázó. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.